Sárgal állunk meg előtted. Mint az a gyermek, aki várja a te vigasztaló szavadat. Mint az a gyermek, aki várja a simogató kezedet. Mint az a gyermek, akinek szüksége van a te sokszor szigorú atyai parancsodra, tanácsodra, hogy észhez térjen. Édesatyánk, tudjuk, hogy neked minden szabad ige, minden szabad élet, minden szabad igaz, minden szabad ámen. Olyan jó úrunk nekünk ebben bízni, olyan jó úrunk a te szabadra építeni, olyan jó látni, úrunk, hogy nem mi vagyunk azok, akiknek erőlködni kell valahogyan elérni a tökéletességet, hanem te napról napra vezetsz bennünket, napról napra nevelsz bennünket, lelked által te adod a növekedést. Könyörgünk, úrunk, a mai estén az ige hirdetéséért. Könyörgünk, hogy ma is legyenek megtérők, hozzátérő emberek, legyenek olyanok, akik meghallják a te szabadat. Ma is legyenek olyanok, akik átadják neked az életüket. Értük is könyörgünk. És könyörgünk, úrunk, azokért is, akik feléd fordultak, ne hagyd, hogy a világ sodrása elszakítsa a te közelségedből őket. Tartsd meg magadhoz közel. Légy velünk, áld meg együtt létünket a te drága jelenléteddel. Szent fiad nevében, Jézus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Szeretettel köszöntöm drága testvéreimet, kérem, hogy foglalják el a helyüket. És szeretettel köszöntöm gyülekezetünk közösségében Bódis Miklós lelkipásztor testvéremet, aki kedves feleségével, Etelkával érkezett el közénk. És kérték, hogy így az Isten tisztelet elején hadd tanítsanak egy éneket a gyülekezetnek. Etelka asszony testvérünk fog tanítani egy éneket a gyülekezetnek, az ének tanítás pedig a maga személyes bizonyságtétele előzi meg. Meg is kérem, hogy akkor jöjjön ide az urasztalához. Én ezt a kihangosító készüléket, ezt a mikrofont átadom, mert sokkal jobb így beszélni, könnyebb. Isten áldja meg a bizonyságtételét és az ének tanítási szolgálatát. Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Áldott az Isten, aki elhozott bennünket és engem. Épp a napokban emlékeztem arról, hogy most 15 éve annak, hogy az Úr megkönyörült rajtam, és visszahozott az élők közé. És megkönyörült a lelkemen is ezelőtt 25 évvel, és azért lehetek itt. De megelőzte mindez, az, hogy én jónak gondoltam magam. És most szeretném felolvasni a 30. Zsoltát, ami az egyik kedvenc Zsoltárom lett, amióta Isten annyi próbát engedett meg az életemben, az jellemez engem. Magasztalak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Uram Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem. Uram, felhoztad a seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírba szállók közül. Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét, mert csak pillanatig tart haragja, de élethossziglan jó akarata. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Azt mondtam azért én jó állapotomban, nem rendülhetek meg soha. Uram, jó kedveddől erősséget állítottál föl hegyemre, de elrejtéd orcádat, és megroskadtam. Hozzád kiáltok, Uram, az én Uramnak irgalmáért könyörgök. Mit használ vérem, ha sírba szállok? Dicsére téged a por, hirdeté-e igazságodat? Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam, Uram, légy segítségem. Síralmamat bírságra,
Fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, körülöveztél örömmel, hogy zengjen néked, és el ne hallgasson felőled a dicséret. Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. És testvéreim, ezt kaptam az Istentől az egyik kórházban, amiben berít, hogy nem hallgathatok és nem tehetem meg, amiket láttam és hallottam, hogy azokról ne tegyek bizonyságot. Hogy azok, akik ugyanabban voltak, mint én, próbákban, testi és lelki mélységekben, hogy tudják azt, hogy kihez kell kiáltani, van szabadítás, van gyógyulás, hogy az Úr az Isten, és az ő kezében vagyunk mindnyájan, mindenestől. Nagyon áldott az Isten, aki olyan szülők gyermekének adott, akik minden jót megtettek értem. Valósággal burokban nőhettem fel, megtanítottak becsületesnek lenni, tisztelni a másik embert, a lelkipásztorunkat, megtenni mindent, ami tőlem telik. És már gyerekkoromtól templomba jártam, emlékszem, hogy édesapa hogyan olvasta télen, mert akkor volt ideje az Isten igéjét, annyira jó volt velük, köztük, és áldott legyen az Isten értük. És akkor, amikor az Isten kiválasztott, és én ezt is nagy áldásnak látom, hogy lelkipásztornak lehettem a felesége, akkor ez volt a tetőpontja az életemnek. Szerettem volna szolgálni valamiképpen az emberek között, vagy kántorként, vagy az egészségügyben, és akkor Isten ebben erősített meg, hogy kántorként szolgáljak, énekeljek, dicsértsem az Urat. Addig is voltam énekkarokban, és nagyon szerettem Isten dicsőíteni. És mindent a gyülekezetünkben, amit csak lehetett, amit tehet egy lelkipásztor és a felesége, mindent megtettünk. Gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoztunk, megyes kar, óvodában, iskolában, orvoshoz vittem Kolozsvárra nagyon betegeket, mert ott elég, hát az orvosokkal probléma volt. És ebben annyira elfáradtunk, az Istennek való szolgálatban az emberek között, hogy fontosabb volt, mint maga az, akinek szolgáltunk. És mindig csak jót akartunk tenni mindenkinek. És ebben eltávolodtunk egymástól is, és Isten egy olyan mélységet hozott az életünkben, hogy nem láttunk más kiutat. És az is csodálatos volt, ahogy Isten elvitt bennünket egy ilyen evangelizációs hétre, ima hétre, ahol meg akart bennünket szólítani, mert terve volt velünk. És megszólított az Isten, nem értettem, hogy hogy juthattunk el ide, hogy nem hallgat már rám a férjem, azt mondom, hogy ezek jó borívó magyar emberek, és nem kell mindenben szót fogadni nekik. És sorolhatnám be erről a férjemnek szabad beszélni, én azt szeretném, amit bennem elvégzett. És nem értettem ott azon a héten, az evangelizációs héten Berekfürdőn, hogy miben vétettem, miből kell én megtérjek, hogyha csak jót tettem, tudomásom szerint, amennyire csak lehetett az emberekkel, sőt, éjszaka foglalkoztam csak a gyerekekkel, volt, hogy ott hagytam a pelenkát a kádban, félig kimosott, mert kellett menni az egyik beteghez látogatni, hogy mit rontottam el, mit tettem rosszul, hogy ide jutottunk. És Isten olyan csodálatos, hogy kinyitotta a szemem ott Berekfürdőn, és elmondta azt, hogy én ismerem az Atyát, a Teremtő Atyát, aki gondot visel rólam, de én is bűnös ember vagyok, és szükségem van Jézusra, az ő áldozatára. Nincsenek kis bűnök és nagy bűnök Isten előtt. Mindnyájan vétkeztünk, semmilyen jó cselekedettel nem lehet a mennybe jutni. És ha nem a mennybe jutok, akkor a pokolba fogok jutni. És ha Isten megbocsátott a férjemnek, mert előtte ő már átadta a szívét, akkor ki vagyok én, hogy nem bocsátok meg neki.
és elkezdett szólni hoztam, és felébresztett abból az állapotból, amiben voltam. És tisztítgatott, felhívta a figyelmemet, rámutatott bűnökre, és mindketten örömmel és hálaadással tértünk vissza a gyülekezetbe, ahol addig szolgáltunk. És a hitünk miatt eltettek ebbe a gyülekezetbe, ahol már 23 éve lakunk és szolgálunk. És annyira nehezek voltak a körülmények, nem volt magyar iskola, sorolhatnám. Mindegyikünknek vannak nehézségei az életben. És én a hívő ember egy idő után nem láttam más, csak a bajt. A körülményekre néztem, az emberekre. Ha szóltam, hogy ezt meg kellett csinálni, mert omlik ránk a plafonra, esett az ágyba egy darab, akkor mindenre azt mondták, hogy nincs, nem és nem lehet. És annyira megkeseredett a szívem, én ezt nem láttam, mentem kántorizálni a férjemmel, a román hívő közé, testvérek közé, akik megismertek bennünket és elkezdtek hívni, szolgálni, hogy Isten egy olyan nagy mélységet engedett meg az életemben, annyira fel kellett ráznia, ami nagyon keserves volt. De Isten mindent az örökkévalóságra nézve ezt enged meg az életünkben. Mindent a lelkünk üdvösségére nézve enged meg. És meg van írva, hogy azok, akik az Isten szeretik, minden egyaránt javukra van. És az én életemben így kellett munkálkodnia ahhoz, hogy felébredjek abból a keserű állapotból, és megtérjek, meglássam, hogy hova jutottam, hogy mennyire eltávolodtam az Istentől. Elfelejtettem azt, hogy az Isten is leküldött bennünket arra a helyre, és azt ígért, hogy velünk lesz, és megáll bennünket. És egy baleset történt tulajdonképpen ott a parókián. Új év telt el, nagyon sok volt a szolgálat. Nagyobbik kislányunkat kellett a kollégiumban visszakészíteni, sütni meg mindent, amit kellett, és én úgy el voltam keseredve, hogy annyi a munkám, nincs segítségem, és megcsúsztam és leestem. És odajutottam, ugyanis beton volt ott abban a szobában, egy vékonyka szőnyeg volt rajta, és többek között kiakadt az állkapcsom, a bordáim megrepettek, hogy leestem az asztalról a székre, hogy ki akartam nyitni az ablakot, és nagyon fájt a fejem, és egyenesen a megyei kórházba vittek be Névára. És ott egy zugivó orvos volt, akihez kerültem, és egy kísérleti stádiumban levő injekciót kaptam be tőle, amitől kómába estem, szerda estétől henészpéntekig. És az Isten az, aki ismer bennünket. És ismeri az én szívemet jobban, mint én magamat, mert ő alkotott, és ő tudta, hogy én nem vagyok felkészülve a halálra. És visszahozott. És az orvos mindent megpróbált, hogy eltusolja, hogy mi történt velem. A papírok eltűntek, és két alprefektus, akiket az Isten használt fel az életünkbe, mert ő nem akart elengedni a kórházból, de azt mondták a betegek, hogy édesanyámnak, aki időközben megérkezett, hogy vigyen el, vigyenek el, mert ez az orvos megölt. Úgy kerültem fel Kolozsvárra. Megint az Istennek a csodája és kegyelme volt. És tudni kell, hogy a kóma után a jobb kezem, amivel otthonáltam, az lebénult, a hangomat elveszítettem, a látásom nagyon legyengült, és a beszédem is. Alig érthető volt, nagyon halk volt. A hangom is elveszítettem. És az Isten kegyelméből egy nagy kerülő után az agysebészetre kerültem, ahol egy neves professzor van, és volt, az Úr legyen áldott érte és áldja meg. És ő azt mondta, hogy ilyen agytájuk lett az anyabont, egy pici kis zacskók, amik elkezdtek szaporodni, és a központot nyomják, és azért történnek ezek a dolgok velem. De ez
erős antibiotikumokkal is gyógyítható. És én ha belegondoltam, hogy ha mégsem, akkor kóma után most a koponyában kell kinyitni, elfogott a félelem. De annyira csodálatos, hogy az Isten nem hagyja ott sem az ő népét, fogta a kezemet, és igen, nagyon keveset tudtam megjegyezni, akkor az állapotban nagyon nagy lázam volt, vagy fertőzés volt a véremben, de az, amit az Isten mond, az ő szava és az ő igéje, abból ő tudta, hogy nekem erre van szükségem. Egy-két szó is elég, hogy az táplálja a lelkemet, és megerősítse úgy, ahogy a kenyér a testemet, testünket, és így lecsendesítette a szívemet, és rábíztam magam, és igen, megengedte az agyműtétet, kinyitották, de áldott az Isten, ott volt velem, oda, ahova nem jöhetnek be a szeretteink, a gyermekeink, nem lehet velünk senki. Az orvosnak a kezét ő fogta, az ápolóknak ő adott erőt, bölcsességet, és sikerült a műtét. És mivel nagyon-nagyon sok a beteg ott, sok volt, még a folyosón is betegek voltak, az ötödik nap hazavittek abba a városba, ahol az Isten is levitt. És tudni kell, hogy az agyműtétnek még az időpontja sem volt véletlen. Kit műtenek vasárnap este és 6 órakor? Akkor gyűlt össze ugyanis az Isten román népe, akik között addig szolgáltunk. És olyan jó volt, hogy az Isten népéhez tartozva segítséget, ima támogatást lehetnek kérni. És ők felemelték a kezüket, és kiáltottak. Azt mondta a lelkészük, most, mert ha hazamentek, elfelejtitek. Óhányszor elfelejtünk emberekért imádkozni, akik bajban vannak, pedig megkértek bennünket. És imádkoztak, és sikerült a műtét. Az Isten meghallgatta. És visszakerülve az ötödik nap a városba, a Isten levét, megint újabb orvosi tévedés, és megint úgymond megmérgeztek. Valami olyasmit adtak, amitől azt sem ismerték fel, hogy allergiás reakciót kaptam, azt mondták, hogy himlős lettem ott hirtelen. És az Isten kegyelme, hogy megint elvitt Kolozsvárra, és elkezdődött egy több hetes, úgymond kálvária, amikor egyik kórházból vittek a másikba, keresték, kutatták a bajom, és nem kapták. Innen-onnan, nyirokmirigyből, az izomból vettek biopsziát, és nem kapták, hogy mi a bajom, de én nem voltam jól. És végül átküldtek az onkológiára, azt mondták, hogy valamilyen nyirokmirigy rákkal gyanúsítanak, vagy próbálják meg, és vegyenek biopsziát. De ott, amikor megláttak, annyira gyenge voltam, hogy nem vállalták a felelősséget, értem, mert hogyha elaltatnak, meghalok, nem ébrednek föl. És visszaküldtek az előző kórházba, ami a fertőző osztály volt, és ott azt mondták, hogy annyira gyenge vagyok, hogy egy éjszakára kapunk szállást, mert minden fertőzést onnan felszedek. És ugyanúgy, mint addig, az Isten úgy adta, hogy a három mindig jött be, szökött be, nem láttam olvasni, és elmondta az aznapi ígét. És megint jött az aznapi ígével a útmutató szerint, és aznap a Jobb könyvéből volt Isten igé, Jobbnak a próbája, hogy Isten mi minden megengedett Jobbnak az életében. És ahogy olvasta, hogy elpusztultak a szolgái, egy maradt meg hírvivőnek, aztán az állatai és a gyermekei, hogy fellázadtam sajnos a szívemben, és azt mondtam, hogy hallgass, hol vagyok én, miért engedi meg Isten ezt a sok próbát az életemben? Mit tettem megint rosszul? És annyira csodálatos Isten, a legjobb lelki gondozó. Szólt a bensőmből, de hát hol vagyok én Jobbtól, mindenen áldás van az életünkben, csak az egészségemet ingatta meg.
és lecsendesítette a szívemet, és másnap éhesen, nagyon-nagyon gyengén, de imával és az Úrral átmentünk az onkológiára. Tudni kell, hogy akkor az Isten magyar népétől kértünk segítséget, és én olyan, annyira éreztem, hogy imádkoznak értem, hogy olyan erőt kaptam, hogy mintha nem is a földön lennék, mintha valahol a föld felett annyira megerősített Isten, pedig éhes voltam, csontsovány, nem mint most, felére nem sem voltam, mint most. Annyira éreztem az ima támogatást. És tudják, hogy aznap mi volt az Isten igéje? A 74. Zsoltár végéről volt az Isten igéje. És én annyit tudtam akkor megígézni, hogy kelj fel, Uram, és harcolj a te ügyedért, a te gerlicédért, hogy mert bántanak, hogy ne szégyenüljek meg. És Isten annyira sorokba szorított, nem számított semmi, hogy én addig szolgáltam, hogy addig munkálkodtam, hogy a másik ember javát és otthon is mindent becsületesen éljel, ameddig kellett, fennültem. Nem számított az, hogy lelkésznek vagyok a felesége. Az semmi nem számított. Nem számított az, hogy fiatal vagyok, erős vagyok. Mindenütt azt mondták a betegtársak, azzal bátorítottak, hogy erős vagyok és fiatal, és harcol a szervezetem. Semmi nem harcolt. Épp ellenem kezdett harcolni a szervezet. De az Isten maga annyira sarokba szorított, hogy én nem tehettem mást. Csak hogy elhiggyem, hogy ha az Isten mond valamit, az nem ember, hogy hazudjék. És ebben kapaszkodtam, és így vittek be. És kivették a mintát, nem kellett elaltatni, tudtam az orvosét imádkozni, nem csak magyar nyelven, hanem román nyelven is, ami abban az állapotban, ilyen lázzal, fertőzéssel, ilyen gyengén, az is az Istentől volt. És sikerült, és várni kellett a biopsziának az eredményét. És annyi mindent megmutatott abban a kórházban, 10 nap alatt az Isten. Annyi mindenre rámutatott. Rámutatott az, hogy nem értékeltem ilyen egyszerű dolgokat, mint a hajunk, nőtestvének, hányszor nem tetszik a hossza, a színe. Nem értékeltem a hangomat, amit adott az Isten, amire elhívott, hogy dicsőítsem őt. Elment a szívemből a hála, csak keserűség volt, és harag, azok miatt, amik ott történtek, hogy nem szolgálhatok, hogy nem tehetek semmit, hogy ott ülök, és pedig annyi mindent lehetne és kéne tenni. És rámutatott az Isten a szeretetre, az, hogy megfigyelt a szívemben a szeretet. Már nem tudtam szeretni, mert a harag, a neheztelés, meg a szívemet, és elválaszt az Istentől. Mi hívő emberek észesen veszünk ezt, hogy eltávolodunk az Istentől. Hogy hálát kell adni a karomért. Áldotta az Isten, hogy ha más nem, akkor azt, amit tehetek, azért adjak hálát. Hogy dolgozhatok a lábaimért, a szemem színéért, a nőért, aki vagyok, akinek teremtett a férfiak, akiket férfinak teremtett az Isten. Tudják, nőtestvéreim, hány nő esett kétségbe, és omlott össze az onkológián, amikor kezében kapta a halálos ítéletet, majdnem halálos ítéletet. Addig én nem értékeltem. Annyi mindenért kell hálát adjunk. Ha elkezdenénk felsorolni naponta, és én is, hogy mennyi áldás van az életünkben, nem jutna többet időnk panaszkodni. Nem jutna többet időnk a hiányról beszélni, mert annyira jó és irgalmas az Isten felé. Menjenek haza, nyissák ki az ajtót, a kapujukat, az utcajtójukat, nézzenek a gyerekeikre, nézzenek az unokáikra és öregjeikre, akik alig várják, hogy felkeressék őket. A kórházban hányan vannak nyomorúságban, van szolgálat, csak én nem láttam, csak a szemem megvakult, én azt hittem, hogy jó vagyok. És azt hittem, hogyha átadom a szívemet, minden rendben, olvasok napi igét, akkor minden rendben van az életemben. És az Isten, ő látta, hogy mifelé haladok. És ennyire meg kellett ráznia ahhoz, hogy felébresszen. De nem csak engem mentett meg akkor, és dicsőség és hála, még élek, bizonyságot teszek, hanem magukért is, hogy elmondjam,
hogy nincs ilyen jó ember, nincs ilyen kisbűn és nagybűn. Kiáltsanak, kérjék, hogy az Úr rámutassa, megmutassa, hogy mi a bűn az életükben, és hogy be tudják fogadni a szívükbe őt, hogy megkönnyörüljön önökön is, mind rajtam. És végezetül pedig, igen, elfelejtettem mondani, ez az arról szólt, hogy mi mindent láthatott meg az Isten, de 10 nap után a professzor asszony a biopszi eredményével bejött a kórterembe, és elmondta azt, hogy nem tudja, hogy hova lett az a nagy fertőzés a véremben, ami volt. És az aznap az ige szintén azt sem tudja, hogy honnan jött, a szervezetemben nem kapják, de azt sem tudja, hogy hova tűnt el. És aznap az ige a jó könyvéből volt. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen a neve. És én tudtam, és a családom tudja azóta, hogy az Úr maga harcolt értem, hogy ne szégyenüljünk meg. És azért lehet neki, ő könyörült meg rajta minden, ami rám tört. Ő gyógyított meg attól, és ő szabadított meg. Ezért, amit élek, őt akarom áldani, a dicsőség övé legyen. Ezért. Amen. Amen. És végezetül, nagyon kedves az egyik ének, minden ezt énekel, akik tudjuk, énekeljük együtt, és áldjuk énekbe is az Isten. Hálát adok, Uram, az életét, rólad visel bajomról, és nékem elég, ha ő tud a panaszról. Ott van a második szakasz, volna sok okom bádat szólni, tám még igaz is lenne. Mégis van okom elhallgatni, tűrni. Miért? Mert ő is tűr. És a legutolsó, hogy ne teljen az idő, volna sok okom hálás lenni. Oly sok az, amit kértem. Őrző kegyelem alatt jártam, áldott napokat éltem, és ezért nekünk állával tartozunk egész életünkben. Egyszer énekelem én az első szakaszt, aztán énekeljük, tanulgassuk együtt. Mennyit lehet, hány szóval kell énekelni, van-e idő? Volna sok okom panaszkodni, volna sok okom sírni, mégis van okom reménykedni, mégis van okom hinni. Van, mert Jézusomért gondot visel bajomról,
Krisztus mondja nékünk, bétölt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma az élő Istennek a szavát, a Máté evangélium a 19. fejezetének a 16-tól 26-ig terjedő verseiből fogom felolvasni. Az élő Úr hozzánk ma a Máté evangélium a 19. rész 16. verséből a 26-ig terjedő versekből szól. Hallgassuk meg Isten igéjét alázatos szívvel, megtisztelve azzal, hogy felállunk. Oda ment hozzá valaki, és ezt kérdezte: Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő így válaszolt neki: Miért mondasz engem jónak? Csak egy jó az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az megkérdezte, melyeket? Jézus így felelt, ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld atyádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint magadat. Az ifjú erre azt mondta: ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még benne? Jézus így szólt hozzá: ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, osz szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor meghallotta az ifjú ezt a beszédet, elszomorodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak: bizony, mondom néktek, hogy a gazdag ember nehezen megy be a mennyek országába. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek és így szóltak: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik: az embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Az embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Csendesedjünk el, testvérek, hajtsuk meg a fejünket így, és Póni Feri testvéremet kérem szépen Nagybányáról, hogy kérj áldást a ma estére az együttlétünkre hangosan itt a templomban. Teremtő Atyám, köszönöm neked, hogy megengedted, hogy itt lehessünk veled. Köszönöm, hogy itt vagy velünk is mellettünk. Köszönöm, hogy te látod, mi van a szívünkben, mi van a lelkünkben. És te tudod, hogy mi oda nem való. Köszönöm, hogy által tanítasz, és mutatod a helyes utat, hogy járunk. Kérlek, engedd meg, hogy jöhessünk te hozzá, hogy mindattól, szentől, bűntől, vétektől látok tudni megszabadulni, és meg tudjuk állni majd te előtted. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvér. Drága testvérek, én ma este a szamosárdói református templomban köszöntöm szeretettel az élőket és a holtakat. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy te melyik vagy a kettő közül. Te élő vagy, vagy halott vagy? Mert Istennek igéje azt mondja, hogy akié a fiú, azé az élet. Akiben pedig nincsen meg az Istennek a fia, abban az élet sincsen meg. És mondjátok meg, férfi testvéreim, hogy akiben nincsen meg az élet, az mi? Akiben nincs élet, az micsoda? Az halott, testvérek.
És hogyha nincsen meg bennem a Krisztus, akkor én lelkileg halott vagyok. Ha ma este vége lesz ennek a szolgálatnak, és azt mondom neked, hogy vigyél el engem egy helyre, akárhova, egy fa alá, egy kanapé mellé, egy ágy mellé, egy kórházi ágy mellé, négy kockakőre, és mutasd meg nekem az életedben azt, és mondd el, hogy te mikor fogadtad be az életedbe Jézus Krisztust, mikor szólítottad őt meg, mikor találkoztál vele, mikor hívtad be a szívedbe, mikor kaptál bűnbocsánatot, mikortól van örök életed és bizonyosságod afelől, hogyha meghalsz és vége lesz ennek a földi életnek, te hova fogsz menni? Tudsz nekem egy ilyen helyet mutatni? Vagy testvérek, telik az élet, jövünk a templomba, megyünk a templomból, úrvacsorázunk, ide megyünk, ezt csinálunk, azt csinálunk, és a református templomból szépen lassan rendben megyünk el a pokolba. Mert itt voltunk, hallottuk Isten igéjét, szólott hozzánk az Úr, hívott minket a megtérésre, de azt mondja az ige, hogy szólítottalak téged fiatalkorod óta, de te mindig a hátadat fordítottad neked. És azt mondja az Úr, szokásoddá vált ez fiatalkorod óta, hogy beszéltem hozzád, te pedig mindig a hátadat fordítottad neked. És Isten igéje azt mondja, szól az Isten egyszer, szól az Isten kétszer, szól az Isten háromszor, és aztán többet testvérek nem szól. Elhagyja, hogy az ember menjen és járjon a saját útján. Egyszer Jézushoz ezek a léha, liberális teológusok, papok odamentek, szadduceusoknak hívták őket, semmibe vették a Bibliát, szórakoztak vele, és kitaláltak Jézusnak egy történetet. És azt mondták, hogy Jézus, figyelj ide, volt egy asszony, feleségül ment egy férfihez. Aztán a férje meghalt, és a zsidó Tóra törvény szokás szerint a fiú testvére nem volt megnősülve, azt kellett elvegye az asszony, hogy magot támaszon a bátyjának vagy az öccsének. És azt mondják, kitalálják ezt a történetet, azt mondják, hogy sorba haltak meg a testvérek, heten, mindegyik feleségül vette az asszony. És végül megkérdezik Jézustól, na Jézus, most mondd meg, hogy ha van feltámadás, mert nekik ezt akarták csúfá tenni Jézus által, a feltámadásban vetett hitet. A feltámadáskor kié lesz ez az asszony? És Jézus azt mondja, hogy fiúk, igen, nagyon tévedtek. Ugyanis először a feltámadáskor az Isten országában nem nősülnek, nem házasodnak, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennybe. És akkor Jézus most ráteszi az ujját a sebre. Azt mondja, az pedig, hogy van feltámadás. Ti nem olvastátok soha, nagy zsidó farizeusok, hogy mit mondott Isten Mózesnek a csipkebokorba fenn a Sinai hegyen, amikor Mózes megkérdezte, hogy Uram, én elmegyek Egyiptomba, de ha a zsidók ott megkérdezik tőlem, az én népem, hogy engem kiküldött ide hozzáim, akkor én mit mondjak nekik? És azt mondja az Úr Jézus, hogy azt mondta Mózesnek az Isten, hogy menj, és mondd meg nekik, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, vagyok az ő Istenük. Testvérek, ezek mind a hárman már 450 éve a sárpa földben voltak. És Isten nem azt mondja, hogy én ezeknek valamikor Istenük voltam, hanem Isten azt mondja, hogy ezeknek én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. És azt mondja Jézus, mert az Isten nem a holtak Istene, hanem az Isten az élők Istene. És most mond Jézus egy nagyon fontos mondatot, testvére. És az így hangzik, Károli Gáspár, az első magyar Biblia fordítom, így fordította le ezt a mondatot.
mert az ő számára mindenki él, aki él. Na most testvéreim, ha ezt szamos arról halljuk ezt az igét, a Bibliából is olvassuk, hogy az ő számára mindenki él, aki él, azt mondjuk, hogy ez természetes. Hogy aki él, az él. De testvérek, itt a görög nyelvben, az eredeti görög Bibliában egészen másról ír. Egy szójáték van ebben a mondatban, és ez a szójáték így hangzik, mert az Isten számára mindenki él, aki neki él. Az Isten számára mindenki él, aki neki él. Most szeretném megkérdezni mindegyiketektől, hány évesek vagytok. És a második kérdés, ahány éves vagy, az Istennek mennyit éltél? Mert éltél magadnak, éltél a családodnak, éltél a házadnak, éltél a szántófődnek, éltél a vagyonodnak, éltél, aminek éltél, és élsz most az unokáknak. De megkérdezhetem, hogy az Isten számára? Az Isten országa számára mit éltél? Mert testvérek, ezeket egyszer, tudjátok, ezeket egyszer mind itt hagyjuk. Ezek mind itt marad a plazma tévé, itt marad a Volkswagen, és egyszer majd egy napon az, hogy mit gyűjtöttünk össze ezen a földön, egyáltalán nem fog számítani. Egy dolog fog számítani akkor, mennyit éltél az Isten. Mennyit éltél? Élő vagy? Vagy halott vagy? Van-e benned élet? Igazi élet? Igazi élet. Drága testvérek, én nagyon örülök, hogy meghívtatok ide a gyülekezetbe. Lehet, hogy vannak itt, nem is tudom, hogy hol keressem őket a padba, a karzaton. Olyanok, akikkel én évekkel ezelőtt, ez maradt meg bennem Szamos Ardóról, hogy a Lesitónál fenn több lelkésszel, vagy 6-7-8 lelkésszel 10 napos táborba vettem részt, evangélizáltam estéről estére, 207 fiatal volt, akkor 10 napig fenn a Lesitónál, és emlékszek, hogy ott beszélgettem, ott jöttek lelkigondozói beszélgetésre szamosardói fiatalok. És engem még hívtak ide, hogy jöjjek szolgálni, és egy dolog maradt meg bennem azoknak a fiataloknak a szomjúsága, a keresése, hogy megtalálják az élő Istent. Hogy oda találjanak, az a szomjúság, az a keresés, és nem kapták az utat, éreztem, hogy nincs víz, nincs forrás, és nem kapták az utat, testvéreim, és én szeretném elmondani, hogy attól kezdve elkezdtünk imádkozni Szamosardóért. Úgy, hogy soha nem voltunk még erre felesek. Egyszer egy hetet evangélizáltam Nagybányán, az ottani református templomban, meg Amazon fejű testvére, vagy hol találkoztunk, én nem is tudom már, amikor jöttetek a feleségeddel megtérve, és ott megtértetek. És testvéreim, tulajdonképpen mi errefele nem is jártunk soha, de imádkoztunk értetek. És amikor meghallottam, hogy a tiszteltes úrék ide kerültek, akkor csak mosolyogtam a bajszom alatt, hogy az Isten hogy könyörül egy-egy falun, hogy könyörül meg egy gyülekezeten, és mindennek ellenére az Istennek gondja van arra, hogy az evangélium prédikáltassék tisztán, erővel, határozottan, testvérek, és az Úr áldja meg a lelkipásztorotokat az ő párjával, gyerekeivel együtt, és szeressétek őt, becsüljétek meg ebben a gyülekezetben, és imádkozzatok azért, hogy az Istennek az élő igéje prédikáltassék Erdélybe, a Kárpát-medencébe, és itt ezen a vidéken is azért, hogy az emberek megtérjenek, mert ebben van az örök élet.
És drága testvérek, a tiszteltes úr, amikor engemet meghívott, akkor megkért arra, hogy ragaszkodjak az imahétnek a programjához, amely két igéből áll a Szentírásban, az 1 Ézsaiás 1:17, az első fele az igének így hangzik, hogy tanuljatok meg jót tenni, és a második fele így hangzik az igének, hogy törekedjetek az igazságra. És amikor elolvastam ezt a két igét, és ő mondta azt, hogy jöjjünk, meghívott, és mondta, hogy két estére hív, hogy szolgáljunk, hát én azt mondtam, hogy ha már megtettünk 350 km Délerdéből idáig, akkor én Szamosárdon beszélni fogok ma este is és holnap este is egy kiváltképpen való útról, a jó cselekedetben, és egy kiváltképpen való útról az igazságra való törekedésben, mégpedig majd arról az igéről, ha Isten megtart, ami azt mondja Jakab apostol levelében, hogy az irgalmasság dicsekedik az igazság fölött. De drága testvérek, én ma este arról szeretnék beszélni, ami több, mint az, hogy jót cselekedjük. Mert végighallgattam nagyon sok lelkipásztort az ima héten beszélni erről az igéről, de egy se beszélt arról, hogy ennek a fejezetnek, ahol ez az ige található, tulajdonképpen a Bibliában mi a címe. Nem tudom, hogyha valakinek van itt Bibliája, van itt valakinek Bibliája? Mert elengedem akkor, hogy ő mondja meg, hogy mi ennek a fejezetnek a címe. Ézsaiás 1, 17-nek. Hogy nem mondják, hogy csak az én Bibliámban van, lehet, a másikban nincsen meg. Nagyon fontos az, hogy milyen címe van ennek a fejezetnek. Mi a fejezet címe? Na, olvasni fogom akkor, mennyire oda jutnak, addigra biztos, hogy látni fogják, és nem mondják azt, hogy nem úgy van. Testvérek, ennek a fejezetnek a következő címe van a Bibliában. Az áldozat nem elég, meg kell térni. Az áldozat nem elég, meg kell térni. És testvérek, itt borzasztó, amit az Isten elmond az ő népének. Figyeljétek meg, hogy mit mond. Mit kezdjek a véres áldozattal, ezt mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból és a hízott marhák kövérjéből. A biták és bakok vérében nem telik kedve. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek a templomba, megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Nem tűröm együtt a bűnt, meg az ünneplést. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felén nyújtjátok kezeteket, eltakarom a szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert vér tapad a kezethez. Mossátok tisztára magatokat, s vigyétek el szemem elő gonosz tetteiteket. És most jön az ige, tanuljatok jót tenni, és törekedjetek az igazságra. De testvéreim, a feljebb való út ma este az a kérdés, hogy mi az a jó? Mi az a jó, amikor Isten itt azt mondja, hogy nem akarom, nem kell semmi. Mi az a jó, amikor oda megy ez a fiatal ember Jézushoz, és azt mondja Jézusnak, hogy mit csináljak, hogy bejussak a mennybe. És azt mondja Jézus, hogy mi van megírva a parancsolatban. És drága testvérek, annyira megdöbbentő parancsolat, kettő van. Van a 10 parancsolat, a cselekedeti szövetség, ahol az Isten azt mondta az embernek, hogy figyelj ide, adok egy parancsolatot, ha ezt megtartod, élsz. De ezt az ember nem tartotta meg. És testvérek, az Isten adott egy kegyelmi szövetséget, amelyik arról szól, hogy azt kérem, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet,
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, szeress fele barátodat, mint magadat, én pedig ingyen kegyelemből eltörlöm a vétkeidet, és megbocsájtom azokat. És kérdezi a fiatalember, hogy melyik parancsolatot tartsam meg. És Jézus azt mondja, hogy azt, hogy ne ülj, ne lopj, ne parancsolj, ha erre akarsz menni, hogy jót akarsz tenni, akkor ezt tedd meg. És erre a fiatalember azt mondja, amit a feleségem mondott, hogy gyerekkoromtól úgy neveltek, hogy én nem öltem, nem loptam, nem paráználkodtam. Testvérek, ez egy tisztességes, becsületes földi élethez elég, hogy így tisztességes, becsületes életet éljünk, de szeretném elmondani, hogy oda fel kell is. Drága testvérek, mi 23 éve egy kisvárosba szolgálunk, Hunyad megyébe, Délerdébe, a Retyezárt lábai alatt. Tudni kell azt, hogy tőlünk 12 kilométerre található Erdély vaskapuja, Parta de Fier a Transzilvániai, ahol tulajdonképpen véget ér a történelmi Erdély, és véget ér a történelmi Magyarország, és kezdődik Ó-Románia, Nagyobb Románia, a valamikori régi Erdély nélküli Románia. És drága testvérek, amikor oda kerültünk, akkor 23 évvel ezelőtt, akkor én 9 gyülekezetet vettem át, 5 templommal, árpádkori templomokkal, 1000 éves templomokkal, mindegyiknek külön parókiája, temetője, erdője, földjei voltak, mindegyikben egy-egy beomlott kastély, vagy volt olyan falu, amelyikben 2-3 kastély, a Kendefik, a Brázovaiak, a Naláciak, a Fácia Negra, a Nokcsa, és drága testvérek, ebbe a völgybe, ahol szolgálunk, és ahol jelenleg egy 10 000 lakosú kis román szép kis városa Retyezárt alatt, 2500 méter magas heggyel tele medve, mormota, fekete kecske, pisztrány, minden van, ami szép, gyönyörű szép virágok, erdők, fenn a hegyen, testvérek, egy a baj, 29 éve nem született egy magyar gyerek sem. Nem csak a városba, hanem a környező 42 faluba. És a 23 év alatt, amíg ott szolgáltunk, mi 6 faluba eltemettük az utolsó magyart is. Még van egy gyülekezetünk, jövő héten lesz püspöki vizitáció nálunk. Van egy gyülekezetünk Púj, ahol egy család van, fél feleség és 2 kisgyerek. Ők a Új falunak az alapítói, a nemesi család. Van egy gyülekezet Önraja Boldogfalva, ahol van 5 70 év fölötti nyugdíjas református, és van Hátszeg, ez 43 lelkes gyülekezet, a városi gyülekezet, meg még mi a 4 tagú családunk 47-en. 10 év múlva emberi számítás szerint nem lesz sem. És drága testvérek, amikor oda kerültünk, akkor én feljártam az egész vidéket, összegyűjtöttem, összeszedtem a magyarokat, azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy ki református, ki unitárius, ki katolikus, ki baptista, lelkészük leszek, és igét fogok nekik hirdetni. És drága testvérek, én nem tudtam azt, hogy Hátszegtől az első falut Totesnek hívják, ez egy szín-román falu, nem is magyarok alapították ezt a falut, tiszta román falu, és nem tudtam, hogy ott él egy református asszony. Nagypesténből 21 évesen jött férjhez, és ott elvegyült a románok között, csak egy húsvét ünnepe előtt beállít egy ortodox pap hozzánk, a református parókiára, és azt mondja, hogy tiszteltes úr, azért jöttem, bemutatkozik, ortodox pópa vagyok, innen a szomszéd faluból nősültem, és az anyósom református asszony volt, és most 84 évesen meghalt.
És azt hagyta meg a két lányának, akik egy szót nem tudtak magyarul, hogy a temetésén legyen ott egy református fat is. És hát drága testvérek, ez húsvét előtti szombaton, nagy szombaton lett volna a temetés. Hát nekem annyi dolgom volt bűnbánati hét, akkor talán 6 gyülekezetben úrvacsoraosztás, készülődés az ünnepre. Nekem csak az nem hiányzott, hogy egy ismeretlen asszonyhoz menjek és temessem el, hogy temessem el. És mondom neki, kezdtem szabadkozni, mondom, hogy baj van, mert nem fizette az egy, hogy tiszteltes úr, fizetünk mi annyit, csak az anyósom ne forogjon a sírjába, megadjuk mi az egyháznak, ami kell, kifizetjük mi, és akkor utolsó mentségképpen bedobtam, hogy jó, én elmegyek, de egyre ügyeljenek, én nem azt prédikálom, amit a román pópák, papok. Leveszi így a szemüvegét, ránéz furcsán, azt mondja, ó, tiszteltes úr, azt mondja, hát én Kalotaszegő Bánfihunyadról vagyok, Bánfihunyad mellett voltam román pap, prédikáltam én, azt mondja, temettem együtt református papokkal, együtt, azt mondja, temettünk együtt. Hát gondolom, lehet temettél együtt, csak nem hívővel. Mert ha tudnád, hogy kit hívsz meg, akkor nem valószínű, hogy meghívnál engem. De jöjjön a tiszteltes úr. És mondom, jó van, akkor elmegyünk a temetésre, megegyeztünk, hogy szolgálok, hogy a temetőbe is mondunk valamit. És felkészültünk a feleségemmel, és testvérek, amikor megérkeztünk a faluba, az udvar tele románokkal, emberekkel, több százan, de azt vettük észre, amikor oda mentünk, hogy a koporsót, hogy várjuk az asztalnál, 3 ortodox pópa már elfoglalta az asztal mellett a helyet, voltak vagy 6 ilyen krüsnyi füstölővel, meg nem tudom én mikkel ott, valami kendőkkel. Úgy jött az alkohol, a vodka szag onnan, hogy vert le a lábamról, tehát az asztal felől, és kihozták a koporsót, ahogy hozták ki a koporsót, ilyen valami rongyokba cserepeket, meg üvegeket bedobt téve, és utána törték így az ajtó előtt, nehogy a halott visszajöjjön, pirított az okkultizmus az egész tére, kitették a halottat a középre, oda az udvarra lefetetlenül, és aztán elkezdődött ott 2 órás nópitálás, mindenki nézett, bámult erre, arra senki nem figyelt oda, füstöltek, énekeltek, és a halottnak a hasára rakták az ezreseket, meg a pénzt. Hogy majd legyen mivel megváltsa az üdvösségét fent a mennybe. És testvérek, mi odaálltunk így oldalt, és ami feltűnt nekem az, hogy a 3 papnál a temetésen nincs Biblia. Nincsen Bibliájuk. És végigment a 2 órás szolgálat, és a végén kiállott az egyik ortodox pap is. Az volt a prédikáció, hogy elmesélte, hogy valamilyen kataszterbe, valami könyvbe olvasta, hogy egy ember meghal, és akar bemenni a mennybe. És az ajtó elé kijön Szent Péter, és azt kérdezi, hogy te mit akarsz itt, mit keresel itt? Hát én be szeretnék menni. És Péter azt kérdezi tőle, mondja a pap, megkérdezi ettől az embertől, jó, de lássuk egyszer, hogy értél. És az ember elkezdi sorolni, amit mondtam én az elég, hogy jó a földi élethez. Én nem öltem, én nem loptam, én nem paráználkodtam, én úgy szereztem a dolgaimat, úgy a 2 kezem munkájával, testvérek, elhiszem, hogy ezt mondod. Nem csináltam senkinek semmi rosszat. És Péter ránéz, és azt kérdezi ettől az embertől, de jót csináltál? Mi jót csináltál? És ez az ember megrökkel. És azt mondja, hogy rosszat se csináltam, de azért, ha belegondolok, jót se sok. Azt mondja neki Péter, na jó, akkor menj vissza,
tegyél jót, és akkor gyere vissza, és akkor bemehetsz. És ezzel befejezte a prédikációt, és intettek nekünk a feleségemmel, hogy na, akkor most mire lehet a sor, jövünk mi. Testvérek, mi kiállottunk és elénekeltük románul, tudunk legalább vagy 100 éneket, református éneket románul. Elénekeltük románul a feljebb emeljetek feljebb a bűngyászos égő. A 400 román hallgatta. Aztán belekiáltottam a csendbe azt az igét, amelyet elkértem Istentől, amikor 4 év várakozás után elhívott arra, hogy a románok evangélistája legyek, és kiküldött Bukarestbe, Pitestre, Krajovára, Temesvárra, Aradra, Karánszebesre, Avramjánku szülőfalujába, 10 000 román előtt, Móc előtt hirdettem az evangéliumot, és magyarul énekeltem, és nem szedtek szét, testvérek. És kértem Istentől, hogy mondja meg, hogyha engem egy magyar református kapott, elküld a románok közé, hogy hirdessem az igényt, mit mondjak én a románoknak. És testvérek, akkor kaptam ezt az igényt, az Isten azt mondta, hogy Miklós, menj és mondd el a románoknak, hogy beidőlt az idő, közel van az Isten országa, térjenek meg, és ne a hülyeségekbe higgyenek, hanem az evangéliumba higgyenek. Az evangéliumba higgyenek. És testvérek, ezt belekiáltottam ott az udvaron a sokaságban. Bétölt az idő, és közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Drága testvérek, ebben a pillanatban a temetési tömegben 2 asszony elájult. 2 óráig semmi bajuk nem volt. Ahogy elmondtam az igét, összeestek, mint a zóstok. Zűrzavar támadt az udvaron. Vajon ilyen, jaj, széket, gyorsan, vizet hozzatok! 2 öregasszon leült a székre, és aztán láttam, olyanok voltak testvérek, mint a tyúk, amikor sem elejti a fejét, sem meg nem gyógyul, sem meg nem döblik. Csak de látod, hogy engedi a fejét, így néztek engem, hogy folytatod? Na, ha folytatod, még rosszabbul leszünk. Testvérek, nézte az ördög azt, hogy mi történik. Olyan okult háttérről, ahogy elkezdtem folytatni, pillanatok alatt elindultak a tírek, a kamionok. Addig egy sem ment. Még a nobitálás folyt, addig egy sem ment. Egyből elindultak a tírek. És testvérek, kiáltani kellett az igét, felolvastam az igéből azt, amikor János a Pátmos szigetén az üvegtenger mellett lát egy nagy sokaságot hófehér ruhába, felemelt kézzel dicsőítik a bárányt. És azt kérdezi János a kéruptól, kik ezek és honnan jöttek ide. És azt mondja a kérupt, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, jöttek minden népből, nyelvből, törzsből, vallásból, és most figyeljetek, ezek azok, akik megfehérítették ruháikat a bárány vérébe, és testvérek, jön az egész világmindenség legfontosabb dogmatikai mondata, amit összekerestek az emberek, hogy magyarázzák a Bibliát, jön a legfontosabb mondat a Bibliában, és az így hangzik, ezek azért vannak itt. Ezek azért vannak itt. Testvérek, a Biblia nem azt mondja, hogy ezek azért vannak itt, mert minden vasárnap templomba jártak. Ezek nem azért vannak itt, mert süteményt sütöttek, meg parókiát javítottak, meg templomot építettek, meg ezt meg Biblia órára jártak. Nem! Azt mondja, ezek azért vannak itt, mert megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Ha ezt megtetted, ott leszel, ha nem 96 éven keresztül lehet 50-szer bukfencet vetni a templomba. Akkor se fogsz oda jutni. Odaadhatod a vagyonodat, akkor se fogod tudni megvenni.
Légy nyugodt, hogyha meg lehetne venni, akkor Gigi Békáli, meg John Ciliák, meg Bill Gates, meg Abrahimovic már rég kifizette volna. Miót cselekedjek? És testvérek, elmondtam ott, hogy amit az előbb hallottatok itt a hátam mögött lévőtől, az blaszfémia, Isten káromlás. Azt mondja a feleségem, nem láttad a három papot, a hátad mögött 200 felé ment a vérnyomásuk, kivörösödtek, hát vörösödjenek testvérek, mert azzal, hogy azt mondjuk, hogy menj vissza és tégy jót és gyere, és akkor bemehetsz, azt kommunikáljuk testvérek, kegyetlenné tesszük az Istent. Mert azt mondjuk az Istennek, Atya, figyelj ide, te egy olyan Isten vagy, hogy elhagytad 6 órán keresztül vérbe 3 szegen szenvedni a fiadat, gyötrődni a kereszten, miközben van egy másik út. Van egy másik út. Menjél, tegyél ezt, tegyél azt, tegyél amaszt, tegyél 10 lájt a persejbe, meg 100 lájt, meg annyit, csak akkor gyere és bejöhetsz. Akkor gyere és bejöhetsz. Testvérek, nem lehet bemenni. Egyetlen egy út van a mennybe. Egyetlen egy út, és ez az, ami az Ézsaiásban a tanuljatok meg jót tenni előtt szerepel, mossátok tisztára magatokat. Vigyétek a szemem elől a gonosz szetteiteket. Vagy megmosod magadat a bárány vérébe, és bemész az Istennek az országába, vagy belefulladsz a saját koszodba, okádásodba, szemetedbe, és elveszel a kárhozatba. Melyik utat választod? Melyik utat választod? Testvéreim, ugyanabból a pontról jövök, ahonnan a feleségem, amikor 9 év barátság után összeházasodtunk, tiszta asszonként vettem el. És mi mind a ketten Kalotaszegen, színmagyar, színreformátus faluban nőttünk fel. Olyan faluban, hogy egy román se volt, nem voltak más felekezetűek, az egész falu színreformátus volt. És az én életemben, gyerekkoromban nekem nem volt kérdés az a szüleim házában, hogy mi hova megyünk vasárnap, merre fele megyünk. Apám nem ment se fát vágni, se műtrágyát szólni, se szénát forgatni, testvérek, se kirándulni a hegyekbe, hanem megfogtam délelőtt és délután a lánytestvéremnek a kezét, és négyen a család ment a templomba. A templomba nőttem fel, és az első emlékem testvérek 4 éves koromban, mint ott az a kislány, meg ezek a fiatalok, az, hogy ott ülök a templom padjába, és testvérek, az az érdekes, hogy 4 éves koromból még a valláskönyv volt egy ilyen, hogy bibliai szemelvények. Ismertétek, egy olyan szürke könyv. És emlékszek a színére a könyvnek, hogy milyen, nem tudtam olvasni, de a könyv színére emlékszek, és ott nőttem fel a templomban, és testvérek, utána jártam én is, mint minden kisgyerek vallásórára, KT órára, aztán konfirmáltam, aztán ifi órára, de szeretném nektek elmondani, hogy én annyira irigyem ezeket a kisgyerekeket, meg ott a fiatalokat fenn a karzatban. Tudjátok, hogy miért? Mert 19 éves koromig, amíg elmentem otthonról, elkerültem a teológiára az egyetemre. Abban a gyülekezetben nem jött senki, pedig hallgattam német püspököt prédikálni, minden ünnepen hallgattam légátus prédikálni, hallottam ima héten vendégpapokat prédikálni. Egy nem jött, akiben lett volna perinc, hogy felmenjen a szomszédre, és elmondja a falunak az igazat. Hogy lehetsz a római pápa, lehetsz a református püspök, lehetsz az ortodox mitropolita, lehetsz Angela Merkel, lehetsz Trump, lehetsz Tony Blair, lehetsz Putin,
lehetsz akárki, ember vagy, és ha nem térsz meg, nem mész be az Isten országába. Nikodémus, lehetsz te zsidó teológiai professzor Ábrahám magvából. Érts meg egy dolgot, aki újjá nem születik, víztől és lélektől, az nem megy be az Isten országába, meg se látja az Isten országát. És drága testvérek, én úgy nőttem fel, láttam a szomszédomat verni az anyját, káromkodni a kertbe, hogy nem vágja a kasza. 32 évesen elitta a máját, meghalt a sáncba. A temetésén azt mondta a pap, hogy hazament az úrhoz. Hát, mondom, uram, nem tudom, hogy nagyon fentállod az embereket, hogyha ez hazament az úrhoz. Testvérek, mindenki hazament az úrhoz. Akkor még minek megtérni? Akkor meg minek újjászületni? És drága testvérek, az Isten mégis adott egy vágyat a szívembe. 16 évesen, az akkori a Szilágyságban kezdtem a lelkészi szolgálatomat Középlakon, meg püspöki titkárként Kolozsváron, navétáztam a kettő között, és adott egy vágyat a szívembe, hogy 16 évesen pap legyek. Én akkor Körösfön a kezdő lelkészi fizetésemnek a háromszorosát kerestem meg a 2000 munkájával. Van egy olyan mesterségem, amiből ma is flörtül meg tudnák élni. És testvérek, 16 évesen Isten eldöntötte a szívembe, hogy lelkész legyek, és elkezdtem készülni 3 éven keresztül, hogy amikor 19 éves leszek, Ceausescu 2 helyet engedélyezett a református papok számára Erdélybe, akkor a 13 papfiú meg esperes unoka közül, meg a 43 jelenkező közül bejussak a 2 helyre. És testvérek, ahogy elkezdtem a készülést, 16 évesen lett a lelkiismereti problémám, és ezzel a lelkiismereti problémával elmentem tanácsot kérni az esperes lelki pásztoroktól. Itt gondoltok, fiatalok, 16 évesen mi volt az én nagy problémám? Esperes úr, ha papnak készülök, akkor én még a barátaimmal sörözni, meg a lányokkal bulizni elmehetek. És a lelkészem engem nagyon szeretett, mert jól tanultam, hallgattam rá, kedves voltam előtte, odajött, megölelt engem, és adott egy rossz tanácsot. És arra gondolok, hogy az én életem 30 évesen sikeres papként mérvégződött ott az öngyilkosságnak a szájában, akkor ehhez a tanácshoz jutok vissza. Miklós fiam, mehetsz, csak ügyelj, hogy a diszkóba is legyél a Jézusé, maradj a Jézusé. Na most testvérek, férfi testvérek, ez olyan, hogy megkérdezett tőlem, hogy Miklós tiszteltes, én követem Jézust, de a kocsmába még mehetek? Menjél nyugodtan, csak ügyelj, hogy a kocsmába maradja Jézusé. Testvér, az ördögé vagyok. Ez az igazság. Nincs olyan, hogy ide megyek, és aztán megmaradok az úré. Ott el kell dönteni, testvérek, választani kell, hogy kit követek. Hogy kit követek. És drága testvérek, én elindultam ezen az úton, az Úrral is, meg a világban is. És bejutottam a 2 helyre. Elkezdtem tanulni, közben veszítettem el a szüleimet. Egyedül maradtam teljesen, 21-22 évesen, testvérek, és tudtam azt, hogy nem játszhatok az életemmel, éjjel 3-4 órakor feküdtem le a könyv elől. Megtanultam héberül, görögül, latinul, németül, megtanultam az inkák isteneit, az Egyiptomnak az isteneit, minden vallást, ugye jehovista mit hisz, a szombatista mit hisz. Egyről nem beszéltek soha, hogy lehetne újjászületni. Vajon ma este nem úgy vagy itt, hogy most kezdesz el kapizsgálni valamit, hogy erről miért nem beszéltek nekem? Hát ez a kérdés, testvérek, hogy miért nem beszéltek el? És testvérek, elvégeztem az egyetemet, nagyon jó eredménnyel, 975-ös államvizsga diplomával, és a végzésem évében Csiha Kálmán
akkori püspök keresett egy jobb kézembert magának, akkor még nem volt ilyen, hogy sofőr legyen a püspöknek, meg külön újságszerkesztő, hanem mindent egy ember csinált, és akkor azt mondták a két professzor, meg a teológia rektora, hogy Bódis Miklós lesz a legjobb. És így megkaptam a kis középlapot gyülekezetnek, Szilágyság túlsó felébe, és püspöki titkárként, és az értesítő, a papoknak szóló hivatalos lap szerkesztőjeként elkezdtem a szolgálatot. És testvérek, 30 évesen voltam, amikor egy nagy 1100 lelkes színmagyar színreformátus gyülekezet egyhangulat meghívott lelkészének. És testvérek, oda kerültünk, és ahogy az előbb a feleségem mondta, mi a zsírunkat adtuk oda a gyülekezetnek, a gyülekezetét. A tiszteletes úrnak elmondtam a szolgálat elején, mielőtt bejöttünk volna, hogy egy év alatt 150 férőhelyes imaterem, ebédlővel, vendégszobákkal. Egyet kiállítottunk, és 100 ember reggel ott volt lapáttal a parókián betont tölteni. Fejlődött a falu, jött a svájci, vitte a krumplit. Mindenkinek hozta a kesztyüket, gumicsizmát, amit csak lehetett, testvérek. És fejlődött fel a falunk. Ha lehet jót cselekedni, a mai napig úgy emlékeznek ránk a faluban, hogy szeretnek bennünket. És drága testvérek, mindennel, minden rendben, 450-en jöttek egy Isten tiszteletre. Körülbelül így nézett ki a templom, testvérek, vasárnap nem tudtam bejönni a szószékre az emberektől, mert az úrasztala körül is padok voltak, és ott is ültek az emberek, tele a karzat fiatalokkal, 80 fiatal járt bibliórára. A feleségem 130 gyereket tanított anyák napjára, meg karácsonyra verset mondani, meg énekelni. Testvérek, minden így ment, mint a karikacsapás. Egyetlen egy dologgal volt baj. Tudjátok, hogy mivel? A papnak a szívével. Mert azt mondja Jézus, és mit használ az embernek? Ha az egész világot megnyeri magának. Mit használ egy embernek, ha megnyeri az egész világot magának, de a saját lelkét elveszíti? És testvérek, én ott voltam megvalósulva, szeretve, irigyelve, megbecsülve, A lelkész kollégák, az öregek is, meg a fiatalok is gyűltek körén. Miklós, csak jöjjön a következő esperes választásnak, téged választunk esperesnek. Na testvérek, mióta megtértem, azóta senki nem ismételte meg ezt az ajánlatot nekem, de adott az Isten egy másik ajánlatot, és én azt fogadtam el, és elhívott egy másik szolgálatra, és drága testvérek, ott voltam egy szkizofrén, tudathasadásos állapotban, kívülről egy szép család, tele templom, sikeres lelkipásztori szolgálat, és belül egy elveszett ember. Tudjátok, hogy ez milyen állapot, kedves asszony testvérek? Ha én ma odaállok, kimenetelkor a templom ajtajába, és kezet fogunk, és megkérdezem, hogy vagy, te rám nézel, a szemembe nézel, rám mosolyogsz, és azt mondod, hogy tiszteltes úr, köszönöm szépen, jól vagyok. Tudod, hogy miért? Mert van egy magyar nóta, befele út minden könnyen, sose láttak sírva, az irigyelt szerencsémnek talán ez a titka. Tudod, hogy mi a titka a te irigyelt szerencsémnek, hogy a könnyed mindig befele folyik. És senki nem tudja, szép új kabát van most rajtad itt a templomban is. Beültél mosolyogva, de senki nem tudja, hogy otthon a küszöbön belül te mit vagytál ott. És hogy mi van az életedben?
És testvérek, milyen az az állapot, amikor egy van, egy vagy belül, és ezt csak te tudod, ezt az állapotot, ezt csak te ismered. És testvérek, kifele meg járunk, színészkedve, mosolyogva, mintha az életünkben minden rendben lenne. És testvérek, ez a kontraszt, ez a kettő, térdeltem én leimádkozni, csak nem jött válasz. Hallgatott Jézus, mint a kananeita asszonynál. Nem válaszolt. Aztán nem jó a fiak asztaláról elvenni a kenyeret, és odaadni másoknak. És várt Jézus. És testvérek, ebben az állapotban nem tudtam én várni, mert eljutott az életem egy olyan pontra, hogy már nem tudtam a feleségem szemébe nézni, akit szerettem, mert tudtam, hogy én egy vagyok belül, és más vagyok kívül. És testvérek, eljutottam oda, hogy már nem tudtam úrvacsorát osztani. Mert úrvacsorakkor bele kell nézzél az embernek a szemébe, oda kell add a kenyeret, és azt kell mondd, hogy ez a Krisztus teste, vedd el. És nem tudtam már az emberek szemébe nézni. És ebben a szkizofrén állapotban eljött egy este, amikor fogtam egy facöveket, vettem egy fejszét, és egy ilyen meleg február vége volt, kimentem a Magyar Lapádi templom címtermébe, kinéztem magamnak a sírhelyet, és levertem a facöveket. Bementem a parókiára, bezártam az irodának az ajtaját, és négy sorba megírtam a presbitereknek, akik engem szerettek, hogy hogy temessenek el. És még egyetlen egy dolog volt, azt mondtam, hogy úgy is tudják, hogy nagy sebességgel vezetem az autót, bemegyek egy kamion alá, és azzal vége lesz a szkizofréniának. Évekkel ezelőtt meghívott a Bukarestbe a televízió, és készített rólunk a feleségemmel együtt egy 2x54 perces filmet, a Credo TV minden évben adja ezt a filmet, nem tudom, hogy itt fogható-e, a megtérésünkről, aztán az elítélésünkről a megtérésünk miatt, és aztán a románok közötti missziónkról, mert erre voltak kíváncsiak a tévénél, hogy egy magyar református pap hogy jut el odáig, hogy a románokat úgy evangélizálja, hogy 1200-an meg 10000-en hallgatják minden este. És amikor ide jutottam a bizonságtételbe, a műsorvezető, Jákob Bergiano rám néz, azt mondja, hogy te tiszteltes volt. Maga nem gondolt azzal akkor, amikor ezt eldöntötte, hogyha öngyilkos lesz a pokolba jut. És testvérek, adtam neki egy borzasztó választ. Bergyánó testvér azon az estén a pokol is jobbnak nézett ki. Mint ez az élet fent megvalósulva, megvan mindenet, de belül érzed, hogy te egy elveszett, nyomorult ember vagy. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyered, de boldogtalan vagy? És tudjátok, testvérek, én akkor értettem meg, hogy miért kérdezi Jézus az eredménytelen halászat után, a feltámadása után a 7 oszlopapostól, a profikat, akiből 4 szakmailag halászok voltak, Péter, Jakab, János, András, 4 halászok, mégis egész éjjel nem fogtak semmit. És Jézus megjelenik a parton hajnalban, amikor ezek már ki vannak készülve a fáradtságtól, és azt kérdezi tőlük, hogy fiaim, van ennivalótok? Van ennivalót? És testvérek, én akkor értettem meg, hogy Jézus férfi testvérek nem erre kérdezett rá, hogy Péter, jó volt ma a fasírt?
András, finom volt a töltött káposzta tejföllel. Fiatalok, a Mekiskaja meg a McDonald's, jó volt ma? Nem erre kérdezett rá, hanem ezt kérdezte. Péter, neked van örömöd az életedben? Tamás, neked van otthon békességed? Filip, te megelégedett vagy? Ember, boldog vagy! Boldog vagy! Van öröm az életedben, igazi öröm! És ezek lehagyják mind a heten a fejüket, és azt mondják Jézusnak, hogy Jézus, nincs. És még nincs. Férfi testvérek, miért kezd el dolgozni Maradonnál, nem jó király? Jimmy miért lövi főben magát egy kakaskaporékolásra? Nem ő a király? Mutu miért kezd el dolgozni? Nincs elég pénze? Lányok, Elizabeth Taylor Hollywoodban miért félre ezt 9-szer? És miért nem mutatják, mutatják meg a fiataloknak, Michael Jacksonnak a testét? Azt mondta az orvos, hogy innentől felfele, meg a nyakától, meg a derekáig nem volt már egy épp hely, ahova még egy tűt be lehetett volna szúrni. És miért megy ki a vámosoknak az igazgatója felmászni egy szúrós eberfügefára, mert egy koldus fehér ruhában most megy át Jerikó, és ő látni akarta a fatetejéről, ki az a Jézus? Hát villája volt a Gellért hegyen, meg a Balatonparton, meg Rolls-Royce-a is volt, meg Opelje is, meg Mercedes-e, meg amit elképzelsz, mindene volt. Miért megy ki? Mi vitte ki? Tudjátok mi? A belső lelki üresség. A belső lelki üresség, amelyet ha nem tölt be az Úr és nem tölt be a Szentlélek, akkor testvérek, mi mind törekedhetünk arra, hogy csináljuk a jót. De milyen jót? Mennyi az a jó? Mennyibe méri? Pénzbe? Ennyibe? Tedbe? Annyiba? Napba? Mennyibe? Mi az a jó, amit tenni lehet, hogy bejuss az Istennek az országába? És drága testvérek, nekem azon az estén még egyetlen egy dolgom volt, hogy vegyem a családomat, feleségemet, a két kislányunkat, és vigyem biztonságba haza a családi házunkba 250 kilométerre, és aztán el voltam számba, hogy őket leteszem, és én elindulok, és végre befejezem ezt az életet. És testvérek, mivel három éjszaka nem hagyta az ördög, hogy aludjak, tombolt bennem a démonvilág. Három éjszaka úgy aludtam, hogy tudtam minden mozgást, ami körülöttem történik. Az idegek úgy dolgoztak, hogy a szemem be volt húnyva, de mindent tudtam magam körül, és egy percet nem pihentem. Azt hittem, hogy megőrülök. És amikor hazaérkeztünk családi házba, és letettem a családomat, leültem a székre, és a széken elaludtam. Ül le a kanapén. Arra ébredtem, hogy be vagyok pokróccal ruhásul, ott vagyok hátradőlve, be vagyok takarva a pokróccal, és reggel költ a családom, hogy Miklós azt mondta, hogy megyünk Bergfürdőre, lelkigondozói konferenciára, mi már becsomagoltuk, be vagyunk az autóba, induljunk. Nem tudtam, hogy mit mondjak, szálltok ki, menjünk, hogy gyilkos akarok lenni. Testvérek, beültem az autóba, de nem kívánom senkinek azt a 150 kilométert. Ha drónnal filmezték volna, akkor lehet, hogy azt mondták volna, azonnal értesítették volna a rendőrséget, hogy állítsátok le ezt az autót, mert ez így megy az úton. Testvérek, minden kamion, ami szembe jött velem, minden egyes kamionnál a hátam mögül jött egy sötét hang. Csavard meg a kormányt, és menj be alá. De parancsolt. Ellenkezés nem tűrően. Csavard meg a kormányt, menj be alá, mert egyszer azt parancsol neked, aki vagy. Az utolsó napon az jön utána, aki vagy.
aki én voltál ebben a földi életben. És jött egy csendes hang. Te nyomorult. A hátsó ülésen itt van a családod. Itt van a feleséged meg a gyermekeid. Ők miért menjenek veled a halálba? És testvérek, az autó így megérkezett a megbékélés háza elé, Berekfürdőre kezdődött az evangelizáció, és Isten odahozott nekem három hívő református papot, akik jöttek Sztalinnak a lágeréből, megtérve. Az egyik egy évvel előtte veszítette el a feleségét, a másiknak még 2 hete volt hátra, és ragyogó szemmel prédikált, és a harmadik alig tudott mozogni. Azért mondom el, testvérek, mert ha nekem az Isten egy baptistát vagy egy pünkösdistát küld, én így starból ütöm ki. Én így starból ütöm ki, mint reformátusnak. Az Isten tudta, hogy Bódis Miklósnak ki kell küldeni. És testvérek, mi ott beültünk a leghátulsó padba a család, senkit nem ismertünk. Senki nem tudta, hogy mi honnan jövünk, Bódis Miklós nem ebben a világban mozgott addig. Nem ezt a társaságot kereste. Beültünk a hátsó padba, és akkor a lelkos lelkész felment a szószékre. És már ahogy ment, néztem ezt az embert, pár nap múlva meg fog halni, nincs senkije, egyedül van, én itt vagyok, gyönyörű családdal, egészségem van, sikerélményem van. Miért vagyok ennek a szem az örömet? Miért csillog ennek az arca így? Hát pár nap múlva az András kórházban meg fog halni rákba. Milyen van ennek, uram? Ő is református pap, meg én is református pap vagyok. De én mégse vagyok olyan boldog, mint ahogy ez. Milyen van ennek, uram, ami nekem nincs? Olyan tisztában voltam vele, testvérek, annyira tisztán láttam a kontrasztot, a kettő között a különbséget. Akkor felment a szószékre, elkezdte a szolgálatot, testvérek, és történt valami. Én nem tudom, hogyha valaki átélt olyan istentiszteletet, hogy beül egy helyre, és elkezdődik az istentisztelet, és az elejétől a végéig tudod azt, hogy itt nem ember beszél, hanem az Isten beszél és veled beszél. Én nem tudom, hogyha van valaki ilyen a templomban, vagy csak én értem át, de én átéltem. Hogy beülsz, nem ismer senki, nem tudják, hogy honnan jöttél, és beülsz oda, és testvérek, egyszerre csak az emberek eltűntek a teremből, érzékeltem, hogy ott vannak, de mintha ne lettek volna ott, és jött egy hang, de ez a hang már nem emberi hang volt, az ember csak egy töréken cserépedén volt, és ez a hang elkezdett velem beszélni és hívni. Miklós, gyere, gyere, gyere! Van egy másik út, nem csak az öngyilkosság útja. És azóta testvérek, annyira szeretem ezt az éneket, hogy a mennyből jöttél közénk, hogy út legyél. Feláldoztad magad a bűnömért, hogy út legyek a számodra. És testvérek, ekkor a terem közepén felragyogott a kereszt. És láttam őt a kereszten szenvedni. És ahogy néztem, egyszer csak látom, hogy középről kimegy valaki, megy arrafele valaki, egy láncsa van a kezében, és a szenvedőnek az oldalába beszúrja a lapocka alá. És ebben a pillanatban jött a szószék felül a hang, te vagy ez az ember. És ebben a pillanatban, testvérek, leesett a lebel. Ebben a pillanatban megértettem, hogy Jézus nem a zsidók ölték meg. Hogy Jézus nem a papok kajafásék adták alá. Hogy Jézus nem a rómaiak meg Pilátus adta kereszt halára. Hanem testvérek, ti ma este Szamosárdon egy olyan valakit hallgattok,
aki a bűneivel megölte az Istennek a fiát. Volt egy gyülekezeti tagunk Árpádon szalonta mellől, a jehovisták felbíztatták, hogy menj el a papothoz, és kérdezz meg, hogy ki ölte meg Jézust. És Magdi néni jött szegény, hogy tiszteltes úr, azt kérdezi a jehovista szomszédom, hogy ki ölte meg Jézust. De azonnal értettem, hogy mire célhoz, hogy ébredjek fel, hogy a papok ölték meg. És mondom, Magdi néni drága, menjen vissza, és mondja meg a jehovistának, hogy Jézust én öltem meg. De még valamit kérek magától. Kérdezze meg tőle, hogy ő el tudja ezt mondani saját magát? Ő el tudja ezt mondani saját magát? Te, ti el tudjátok mondani? Hogy az Isten fia, én érettem halt meg a kereszten. És az én bűneimért adták a keresztet. És vérek, az Isten szent lelkének a vonzása olyan erős volt, hogy én azon az estén nem tanakodtam testelésével. Én nagyon jól tudtam, mert püspöki titkár voltam, hogy itt a királyhágó mellőttem is, meg Erdélyben is, milyen csúcsára tűznek a hívő megtért református lelkészekkel. Akkor voltak a teljébe a dolgaitnak. De az Isten hívott, hogy Miklós, gyere, tartozz ehhez a néphez. Gyere és légy az Istennek az embere. Légy az én szolgám. És testvérek, azon az estén én nem kezdtem el tanakodni testelésvével, hogy ez nekem mibe kerül. Egy öreg börtönviselt lelkész azt mondta, soha ne nézd azt, hogy mibe kerül másnak, hogy te Jézus követ. Te soha ne törődj azzal, hogy mibe kerül a másiknak, hogy te Jézust fogod követni. Te kövess Jézust! És ahogy véget ért az evangelizáció, mint a nyíl, nem kellett jöjjön Billy Graham, hogy hívjam előre. Mint a nyíl, oda mentem ehhez a megtört öreg református lelkészhez, és elmondtam, hogy én a szakadék szélén vagyok. Ha most nem történik valami, akkor nekem vége. És ő megölelt átkarom, és azt mondta, hogy fiam, gyere be. Bevitt a szobájába, leültetett egy kanapéra, és leült velem szembe. És csak ennyit kérdezett, Miklós, elengedett, hogy imádkozzak érte? És testvérek, belenéztem ennek az embernek a szemébe, 18 éves voltam, amikor az ilai katonaságtól mentem haza karácsony estére, és azon az estén meghalt az anyám. Karácsony este, katonaságból hazamellett. Nagyon szeretett az anyám. De ennek az embernek a szemébe én olyan szeretetet láttam, azután, hogy engemet szabadnak lássuk. Hogy engem boldognak lássuk. Hogy azt mondtam neki, hogy igen, engedem. És lehajtotta a fejét, és elkezdett beszélgetni Jézussal. Róla. Én még embert így nem hallottam imádkozni. Mintha a barátjával beszélt volna. Uram, nézd meg, hogy néz ki. Nézd meg, hogy hova jutott. Miben van? Ment a maga feje után. Könyörülj meg rajta, uram. Aztán befejezte, és rám nézett, és azt kérdezi, Miklós, de nem akarnál magadért imádkozni? És testvérek, ekkor tettem valamit, amit 30 évig soha. Lecsúsztam a kanapéról a térdemre, és sikeres papként, kinyögtem magamból három mondatot. Uram, elrontottam az életemet, mert mindig a magam esze után mentem. És én azt hittem mostanit, hogy én tudok jót cselekedni. Én tudok jókat lenni. És tudok jót tenni az emberekkel. De nézd meg, uram, elrontottam az egész életemet.
És most itt vagyok, nem tudok semmit kezdeni vele, de ha te még tudsz valamit kezdeni a házasságommal, a szolgálatommal, az életemmel, akkor arra kérlek, hogy könyörülj meg rajta. És ebben a pillanatban, testvérek, felállottam a térdemről, csorogtak a könnyeim, és ebben a pillanatban éreztem, ahogy lehúlnak a láncok. Ahogy lehúlnak a kötelek, egyszerre kisimult a víz. Jézus azt mondta a hullámoknak, csend legyen! És testvérek, Bódis Miklósnak belül, aki három éjjel nem aludt az ördög tombolása miatt, egyszerre belül a szívembe csend lett. És azóta tudjátok, aludtam ukrán börtöntöltelékek között, evangélizáltam Ukrajnába. Valami 8 évvel ezelőtt. Kidobó ilyen gengszterek között, hogy vágták el egymásnak a nyakát a pénzér éjjel. És testvérek, úgy aludtam köztük, mint a Buddha. És testvérek, mentem olyan helyekre, hogy mindenki azt mondta, amikor meghallották, hogy Ábrahám Jánkó szülőfalujába prédikál, hogy nem szedtek szét a mócok. Testvérek, nekem olyan békességem volt, és ezt a békességet, amit akkor este kaptam, nem tudta azóta elvenni senki tőle. Mert ez nem a világ békessége. És testvérek, lehúltak a kötelek, és éreztem ott, hogy az Isten megbocsátja a bűneimet, elfogad és örök életet ad. Kijöttem a folyósóra, egy lámpa égett este 9 óra, és 3 percig hallottam, ahogy az angyalok énekelnek a mente. Álltam ott a folyósón, csorogtak a könnyeim, és mondtam, hogy Uram, még akarom hallani. Néztem az ajtókat, nehogy valaki kijöjjön és beleszóljon, s vége legyen. Még. És testvérek, amikor fáradt vagyok, amikor el vagyok keseredve, amikor sírok, mert én is szoktam, akkor mindig erre a 3 percre gondolok. Tudjátok, hogy miért? Mert azon az estén én tudtam, hogy érettem énekel a menny. Bódis Miklósét énekel a menny, dicsőítették a bárányt, hogy nem halt meg hiába a kereszten, még egy bűnös elindult haza. És testvérek, tudjátok, hogy mi a reménysége? Hogy eljön majd még egy nap, amikor újra énekelni fog a menny. Itt Szamosardóban majd azt fogjátok hallani, hogy Bódis Miklós bement egy ajtón, és többet nem jött ki. Az Isten nem tudta kihozni. Ne higgyétek el. A legnagyobb csoda akkor történik velünk, amikor már nem történik csoda. Amikor majd nem gyógyulunk meg. De a legnagyobb csoda akkor történik, hazamehetsz. És énekelni fog a menny, drága testvérek, amikor letesszük majd az gyöngykapunál a szemüvegeket, letesszük a protéziseket, letesszük a botokat, letesszük a tolókszékeket, letesszük a pacemakereket, ami viszi a szívet még valameddig, és hófehér ruhába elindulunk a bárányjal az üvegpenger felé. És ott leszünk vele. Nem akarnál ott lenni? Nem akarod azt, hogy ma este Szamosardóba érted énekeljen a menny? Mert tudjátok, hogy mit hiszek, testvérek? Hogy ma este a mennybe az angyalok be vannak ülve a székbe, és nézik Szamosardót, a református templomot. Biztos vagyok benne, hogy egy valaki elindul-e? Hogy egy valakinek kell-e a szembe köpött, megalázott, töviskoronás bárány? Akarja-e valaki közüled a fehér ruhát? Mert ha te ma este azt mondod, hogy én ilyen jó vagyok, meg olyan jó vagyok, meg galambszívet örököltem az édesanyámtól, és így neveltek, meg úgy neveltek, nekem nincs szükségem megtérésre, mert én csak jót teszek, akkor szeretném elmondani, hogy éretted, ki
hiába halt meg a bányát. Miért halt volna meg? Hát te olyan jó vagy. Olyan jó vagy. Szlovákiában evangélizáltam, és lelki gondozói beszélgetés kért egy nőtestvér, és kikérte magának, hogy én ne beszéljek neki a megtérésről, olyan jó. És mondom, hogy ne tessék haragudni, 20 perc múlva kezdődik az istentisztelet, de az istentisztelet után megígérem magának, hogy elmegyek magával haza, és megkérem, megkérdezem a mennyétől, meg az anyósától, hogy maga milyen jó. Rám nézi, összecsapja kezét. A mindenit hogy tudja, hogy kihez kell menni? A mindenit hogy tudja, hogy kihez kell menni? Jó, menjünk oda a családodhoz, a vejedhez, a menyedhez, az apósodhoz, az anyósodhoz, és kérdezzük meg, hogy te milyen jó vagy, mert neked nincs szükséged a megtérésre. Testvérek, ha neked nincs szükséged, mert te jó vagy, akkor szeretném elmondani, hogy életed hiába halt meg Jézus. Életed rád nem érvényes a bárány vére, mert Jézus azt mondja, hogy én szamos ardóban nem az igazakat meg a vallásosokat jöttem hívni a megtérésre, hanem én szamos ardóban a bűnösöknek prédikálom. És nem az egészségeseknek van szüksége az orvosokra, hanem a betegnek van szüksége az orvosokra. És testvérek, ez az evangélium, hogy Jézus nem a színész, makulátlan, templomba járó, vallásos embereket jött hívni, hanem Jézus az elesett, nyomorult, koszos, bűnös jött megváltani és kivenni a szemétből. És a kérdés az, ma este, hogy akarod-e, hogy ma este érted énekeljon-e? Hogy dicsőítsék a mennybe a bárányt, hogy nem halt meg hiába, nincs csak ő, meg ő, meg ő ott fent, meg ő. Ma este megértette az evangéliumot, és eldöntötte vágyban a szívébe, szomjúságban. Én elindulok haza a moslékos vájim mellől, az apámnak a házába. Én fiú vagyok. Én király gyermek vagyok. Én nem ide tartozok, hanem oda. Az én hazám nem itt van. Én nem ide gyűjtök, hanem oda. Testvérek, mi az a jó, amire törekedj, és ami kérdezett a gazdag ifjú, és Jézus azt mondja, hogy az a jó, az ott van. Miért mondasz engem jónak? Te tudod, hogy csak egy jó van, és az ő. És addig, ameddig nem érted meg, hogy én és az Atya egy vagyok, ameddig csak én egy mester vagyok neked, egy rabbi, addig engem nem mond jónak, mert ő a jó. És drága testvérek, ha valaki jót akar cselekedni ma este, akkor kezdje azzal, hogy értse meg, hogy azt mondta az Úr Jézus, hogy az az Isten akarata, hogy az ő akaratát cselekedjétek, hogy higgyetek abba, akit ő elküldött. Higgyetek abba, akit ő elküldött. Menj vissza, tegyél jót, és akkor jöhetsz és bemehetsz. De mi az a jó, ami téged oda benned? Egyetlen egy dolog, az idő bétőt, földrengések, járványok, háborúk híre, jelek, de prédikáltatik az evangélium erővel, szamosardunk is. És az Isten most mindenütt mindenkinek azt parancsolja, hogy térjen meg. És testvérek, az a jó, amit tehetsz, az az, hogy engedelmeskedsz az Isten szavának. Hogy hallgatsz az Istennek a szavára, befejezed az eddigi gonosz életet, világi életet, és ha valaki élni akar, ha azt akarod, hogy igazi életed legyen,
hogy boldog légy, megelégedett békességed légy. Testvérek, amit nekünk az Isten adott 25 év alatt, nem cserélnék senkivel. Erdély legkisebb, legszegényebb, legnyomorultabb gyülekezetébe. Ahogy hordozott bennünket az Isten, egyiketekkel se cserélnék. Ha jót akarsz cselekedni, akkor cselekedj. Kezd azzal, hogy engedelmeskedj az Istennek, cselekedd az Istennek az akaratát. Tégy jót, tegyetek jót, és a fejezet címe ez. Az áldozat nem elég, meg kell élni. Meg kell élni. És ha ezt megértetted, akkor megcselekedted azt, amit nem tesz meg a törvény, de ami által bejutsz oda az Istennek az országába. És az Isten azt mondja, aki én hozzám jön, én azt ki nem vetem. Akárhol vagy most, akárhonnan jössz most, akármilyen mélységben vagy most, gyere ma este Jézushoz, és add át a szívedet neki. Amen. Álljunk fel, testvérek! És én arra kérlek ma este, hogy csendben engedjétek magatokat vezetni az imádságba. Én úgy gondolom, hogy mindannyian úgy vagyunk ma este itt az Istennek a házában, ebben a templomban, hogy mindegyikünknek az életében volt egy olyan pillanat, amikor tudta, hogy neki az Istennel van dolga. Én nem tudom, hogy hol. Lehet, hogy egy kórházi ágy mellett, lehet egy autóból, egy traktorból szálltál ki úgy, lehet, hogy egy valami leomlott melletted, és te mégis életben vagy, és most itt vagy. Én tudom azt, hogy mindegyikünk életében volt egy olyan pillanat, amikor tudtad azt, hogy az Istennel van dolgod, és az Isten megmutatta neked azt, hogy ő van, ő létezik, és téged megszabadított haláltól. Én most arra kérlek, hogy csendesedjünk el, és mindenki magában azt a pillanatot akkor, amikor ott állt az Istennel szentő szembe. Ott állt az Isten előtt, és az Isten nyilvánvalóvá tette az életedbe, hogy ő van, és hogy ő létezik, és ő szabadító Isten. Csendben magadban köszönj most meg azt a pillanatot, amikor Isten ott volt, és hívott téged, és szólott neked. Csendesedjünk el, testvérek, és mindenki gondoljon az ő életébe arra, amit csak ő tud, amikor ott állott, és az Isten megkönnyörült rajta, és kijelentette magát. Én is azért az estéért, amikor ott állhattam előtted a Hóreben, és megkönnyörültél rajtam, Uram, hogy a feleségem, a gyermekeim ne kelljen lehajtsák a fejüket, hogy a református papapám öngyilkos lett. Köszönöm, Uram, hogy megajándékoztál azóta magaddal annyi örömmel, annyi áldással. És köszönöm azt is, hogy a feleségemmel a próbákban megpróbálva voltunk, de elhagyatva soha. Köszönöm, hogy keresztül vezettél annyi mélységet. És járhattam magasságba, Uram, és megláthattam mindezekbe a te kegyelmedet. És megismerhettelek még jobban téged. Áldott legyen ott a szenteded ezért. És vérek, ha van közöttünk valaki, aki átadott ezeket, de tovább ment,
nem történt az életébe semmi, mint a 10 bélpapos közül a 9-nek. És nem változott, hanem ugyanazt az utat járta tovább. Ha van ma este valaki, aki ott áll úgy az Úr előtt, hogy érzi és vágyik a Isten országa után, mint ez a gazdag ifjú, aki kereste az Isten országát, csendben egyetlen egy mondatot mond Jézusnak. Jézus, arra kérlek ma este, hogy jöjj a szívembe. Könyörülj meg rajtam is. Megkönyörültél ezen az emberen, aki szolgált ma este. Könyörülj meg rajtam is, és fogadj el engem is. Csendben, elég egy mondat. Hívd a szívedbe az Urat. Uram, úgy állunk előtted ma este, mint Péter a csónakban. Eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És Uram, te azt mondtad, hogy ne félj, Péter, mostantól fogva embereket halászol. Uram, fogadj el bennünket ma este, és árasz ki a te lelkedet. Szamos Arda Uras, áld meg ezt a falut. Áld meg, Uram, a családokat, a házakat, az öregeket, a gyermekeket, a fiatalokat. Uram, azért imádkozok, hogy ott legyenek a mennybe fehér ruhába. Hogy ahogy ma este itt együtt voltunk, úgy legyünk az üvegtenger mellett is együtt. És szabadon dicsőítsük a te nevedet, amikor elmúlik a rák, amikor elmúlnak, Uram, a lábfájások, a könny, a sírás, a nyomorúság, amikor nálad leszünk. Hadd magasztaljunk téged, végezz el a szívünkben, a Jézus Krisztusért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, így a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Én tanul hívom ma este ellenetek az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néktek előtökbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válassz az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódait, mind örökké. Amen. Foglaljunk. Köszönöm a figyelmeteket és a türelmeteket, mivel feleségemmel mind a ketten ma este bizonságot tettünk, ezért elhúzódott az idő, de jó volt együtt lenni, holnap este nem lesz ilyen hosszú, megígérem, de én azt láttam ma este, hogy itt nem aludt senki. Itt a légy is leszálló pályán volt. És áldott legyen az Isten azért, hogy egybegyűjtött bennünket, és kijelentette magát nekünk. És szeretettel hívunk benneteket holnap este is. Ha Isten megtartja az életünket, akkor holnap este arról beszélek, ahogy az irgalmasság diadalmaskodik, vagy hogy Károli fordítja, dicsekedik az igazság fölött. Mert lehet, hogy igazad van, csak az a kérdés, hogy van-e benne irgalom. Igazad van, elhiszem. Csak az irgalmasság dicsekedik az ítélet, az igazságosság felett.
erről lesz szó holnap este, várunk szeretettel mindenkit ugyanebben az órában. De mielőtt eltávoznánk, testvéreim, szeretném elmondani, hogy mi úgy jövünk a feleségemmel mindenhova, úgy megyünk szolgálni, hogy nem csak a bizonságtétellel és énektanítással szolgálunk, hanem ma estére is mindenkinek hoztunk egy igét, egy igéskártyát, amit mind a két kiáratnál osztani fogunk, itt a férfiaknál én, a nőknél, vagy nem tudom, hogy van a kiárat, a tiszteletes úr. Egy ige van, egy ige lesz a Bibliából. Nem volt megválogatva. Hanem ahogy a Bibliából kivették ezt az igét, letették, és akik elkészítették ezt az igét, azért imádkoztak, hogy a kiáratnál mindenki azt az igét kapja, amire neki a leginkább szüksége van. Hogy az Isten szóljon hozzá. És drága testvérek, én hiszem azt, hogy ma este itt senki nem volt véletlenül. Tudod, hogy miért voltál itt ma este? Miért te vagy itt, és miért nem a komád? És miért pont te vagy itt, és miért nem a szomszédod, és miért nem a másik van itt? Miért te voltál itt ma este? Tudod, hogy miért? Mert az Isten még nem mondott le rólad. Az Isten még nem adta fel. Te lehet, hogy feladtad, de ő még nem. Ő még nem adta fel. És téged azért hívott ide, mert nem akarja, hogy senki elvesszen, hanem azt akarja, hogy életed legyen. És testvérek, meg lehet térni egy filmre, meg lehet térni a Bob Dias kiállítást a Budai Várban, megnézed és mutatják, hogy hogy néz ki az alkoholista mája, viaszból, meg a cigarettázó tüdője egy kicsit, csak épp, hogy nem mozog az emberbe. Na, ha valaki ezt meglátja ott, akkor leteszi azonnal a szivart meg az italt. Testvérek, megtérni meg lehet ilyen dolgokra, de újjászületni csak az Isten romolhatatlan igéje által lehet. Nem lehet álomra, meg ezt álmodtam, meg ilyen látomásom volt. Nem, testvérek, újjászületni a romolhatatlan magától lehet, az Isten igéje által lehet új életet kapni. És Isten azt akarja, hogy neked új életed legyen, ezért arra kérlek, hogy a kiáratnál fogadd el ezt az igét, ma este olvasd el, kérdezd meg Istentől, hogy mit akar az életeddel. Én még azt is elhiszem, hogy lehet, hogy ma este nem fogod érteni, hogy mit akar Isten, de hogy a hétvégére, mire lejár ez az ima hét, világos lesz előtted, abban is biztos vagyok, és tedd oda be az énekes könyvedbe, meg a Bibliába. Mert egyszer az életed fog függni tőle. Mert valóban az életed, az örök életed függ az Isten igényétől. Tehát kérem, hogy mindenki fogadja el ezt az igét a kiáratnál. Holnap este már, akik ma kaptunk, nem kapunk igét. Holnap csak azt fog kapni, aki új lesz. Tehát aki holnap jön, először ő kapni fog. Mi egy igét kapunk erre a hétre, és azt az egy igét hagyjuk, hogy munkálkodjon a szívünkbe. Drága testvérek, szeretném hirdetni, hogyha valaki még épülni szeretne az Isten igéje által, otthon, számítógépen hallgatva, vagy laptopon, vagy utazva autóban. Tudjátok meg, testvérek, hogy innen Máramaros megyéből és Szilágy megyéből kamionosoktól kapott telefont. És azt mondják, felhívnak Perecsenyből, meg Krasznáról, meg nem tudom én honnan, Miklós tiszteletes, maga nem ismer engem. Járom a kamionnal az utakat Londonba, Madridba, Olaszba, és valaki adott nekem egy CD-t magától, azt mondta, hogy amikor nagy útra megyek, tegyem be, és hallgassam meg. És tiszteltes, én most itt vagyok egy parkolóban, meg kellett álljon a kamion, lehajtottam a fejemet a kormányra, és átadtam az életemet Krisztusnak.
Drága testvérek, lehet, hogy azt mondjátok sokan közületek, hogy már nem tudok szót tenni a fiammal. Nem hallgat rám, a lányommal. Nem tudok szót érteni a testvéremmel. De feladtad, az Isten nem adta fel. Az Isten nem adta fel. Drága testvérek, a kiáratnál található olyan CD-t, amelyeken olyan szolgálatok vannak megtérésre hívó igét, amelyek nincsenek fenn a YouTube-on. Van olyan, amelyik így néz ki, vagy 4 darab, így, ezen egy-egy szolgálat van rajta. És van, amelyik így néz ki, ezen 4 szolgálat van egy sorozat, és a feleségemnek a bizonságtétele. Több CD van, kódokkal van ellátva, mert mi Belényesből jövünk, meg régen mellől, Ókából, ott evangélizáltunk a múlt héten, alig hagytak belőle, amennyi ott van, 3, 4, 5 darab mindegyikből, szeretettel ajánlom a figyelmetekbe, és ha mondotok van, az autóban hallgatni utazás közben. Otthon betenni betegeknek. Ott fekszik a mam is, gyötrődik már évek óta, és nem tud meghalni. És nem tud megtérni, és nincs igéje. Neked lehet, hogy már nincs mit szólj, de ne add fel. És ne add fel az unokáiddal és a gyerekeiddel az evangéliumnak a hirdetését. Tehát kint holnap is lehet jönni hamarabb az Isten tiszteletre, megnézitek, és hogyha valaki szeretné hallgatni tovább az ige hirdetéseket, meg lehet vásárolni, a missziómat támogatjátok, és ugyanígy vannak bibliák a kiáratnál, magyar nyelvű bibliák. Mindegyik CD-nek, bibliának az ára 10 lejbe kerül. Szeretném elmondani, hogy mivel mi kiterjedt missziót végezünk a románok között, Cseri Kálmánról lehet, hogy hallottatok, Budapest Kassaréti lelkésznek, a 7. könyvét adják ki Budapesten románul. És testvérek, hát szegen így tejtek meg a kórházba orvosok. 5 orvos van megtérve. A szívorvosnő hallgatta a múlt héten az ige hirdetésen. Az ortopéd orvos evangélizálni jár, délután 4 órakor ott hagyja a gipsz szalonját, és megy fel egy faluba a szószékre prédikálni. Így tértek meg polgármesterek, ébredés van a Hátszegi medencébe, testvérek, és így tértek meg üzletemberek, akik segítik a református egyházat, hogy amikor elindulok, akkor a hónom alatt mindig viszem a román nyelvű igét, és testvérek, az ortodox esperes így prédikál Cseri Kálmán könyvéből, temetése. Csak hallom, hogy mondja azt, amit Cseri Kálmán ír le. Én nem tudom, hogyha van román barátotok, munkatársatok, ismerősötök, főnökötök, vagy akárki, akinek a megtérését a szíveteken hordozzátok, ezt is ugyancsak 10 lejét a kiáratnál lehet találni, és van napi áhítatos könyv, ez a címe, hogy Szemuncabuna, minden napra egy ige, mind a magyaroknál, a románoknál is, ezt is ajánlom figyelmetekbe. És 2 dolog van, ami csak egy lej, 2 képeslap felbélyegezhető román nyelvű igével. Tehát ezeket én, testvéreim, mind úgy kaptam, hogy Miklós, ezt azért adjuk és arra támogatunk, hogy a románok között hirdesd az evangéliumot, menjél, utazzál, mert erre nem fogadni se Orbán Viktor pénzt, erre nem fogadni se a református egyház pénzt, hogy a románoknak hirdessük az evangéliumot. De Isten ad el. Isten ad el. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, és éppen az a nagy csoda, hogyha az Isten egy magyar református papot használ fel arra, hogy a románok megtérjenek, és örök életük legyen. Ezeket ajánlom, testvéreim, szeretettel a kiáratnál itt meg lehet találni, akár menet, akár jövet az asszonyok felől, itt mennek ki az asszonyok, akkor itt a férfiak felől, tehát meg lehet találni, ajánlom szeretettel. Drága testvérek, az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet meghalad,
őrizze meg a szívedet, a gondolatodat, ma este is, ahogy kimész az ajtón, és kilépsz innen, hogy az ördög nehogy elkapja az igét, mert ott vár a templom ajtóját. Hogy amit ma este hallottál, azt kikapja a szívedet. Az Isten békessége őrizze meg a te szívedet és a te gondolatodat Krisztus Jézusban. Amen. Záró ének 474-es ének, keressük meg testvéret. Siessetek, mert hamar lejár, a kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulja a kereszt alatt. És fontos nagyon a harmadik befejező verszak. Ha eltésel, mi lesz veled? Kimenti meg a lelkedet. Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba jut. Jöjjetek testvérek ma este a Krisztus keresztjéhez. Énekeljük ezt az éneket. Thank you.